évek óta, az elmúlt évtized legalábbis ezt mutatja, maximális támogatást nyújt a felsőoktatás fejlesztésére. Az egyik érintett épület az Áldozat utcai jogi kar előtt sajtótájékoztatón jelentették be, hogy összesen több mint 800 millió forint állami forrásból három helyen indultak energetikai fejlesztések a Győri Egyetemen. A beruházásokkal kapcsolatban Kara Ákos országgyűlési képviselő kiemelte, 2024-re minden olyan épületet fel akarnak újítani, amire ráfér a modernizáció. Ezzel a munkával jól állunk. Azért állunk jól, mert van hozzá kormányzati támogatás, mindig megszületnek időben az egyetemen, illetve a kormányzati kötelékben azok a döntések, amelyekre szükség van. És most az az örömteli esemény zajlik, hogy ezen a nyáron megkezdődik három egyetemi épületnek az energia korszerűsítése. Ugye korábban elmondtam, és ezt meg tudom erősíteni, hogy ezeknek a beruházásoknak kettős célja van. Az egyik nyilván az, hogy olcsóbb legyen az épületek üzemeltetése, működtetése, hiszen kevesebb energiát kell felhasználni, így több pénz marad az egyetemnek más célokra, más fontos célokra. A másik pedig, ami nagyon fontos, hogy küllemében is megújulnak ezek az épületek, tehát esztétikusabbá válnak. Így volt ez korábban az igazgatási épület, vagy az úgynevezett E-épületnek a korszerűsítése után is, és most a jogi kar épületénél vagyunk, de tudjuk azt, hogy még két másik helyen is, egyrészt a Hallgatói Klub, másrészt pedig a Liszt Ferenc utca épület is megújul. A felsőoktatás fejlesztése kiemelt feladat a kormányzat számára, a Győri Egyetem modernizálása pedig befektetés a város és a régió jövőjébe. Erről már Simon Róbert Balázs beszélt a sajtónak. Természetesen szükséges az infrastruktúra fejlesztése is. Ezen belül most három épület felújítására kerül sor. A jogi kar, a Bridge és az Apácai kar Liszt Ferenc utca 17 alatt található épületének felújítása. Én azt gondolom, hogy mi Kara Ákos képviselőtársammal erőteljesen az elmúlt időszakban azon dolgoztunk, természetesen az egyetem vezetésével közösen, hogy minél több forrás érkezzen Győrbe az egyetem fejlesztésére, és ez a folyamat nem fog megállni, hanem a következő időszakban is ezért tevékenykedünk, hiszen azok a hallgatók, akik itt végeznek, akár Győrben, akár a régióban, akár Magyarország más város, települései, intézményeknél, gazdasági társaságoknál megállják a helyüket, hiszen a jövőnk záloga egyértelműen az oktatás, és azon belül pedig a képzett munkaerő, és az itt végzett jogászok, mérnökök, közgazdászok, hosszan sorolhatnám még pedagógusok helyt állnak, és ezt a regionális szerepet ez is erősíti. Tehát Győr meghatározó város Magyarországon, és azt szeretnénk, hogyha az maradna a jövő időszakban is. A Széchenyi jogi karának otthont adó épület 375 millióból újul meg, többek között nyílászárókat cserélnek, de szigetelik a tetőt, a födémet és a homlokzatot is. A kar dékánja szerint, ha elkészül a felújítás, minden szempontból optimális körülmények várják a hallgatókat és az oktatókat is. Ennek az épületnek a régi funkciójából szoktunk kiindulni, így amellett, hogy piros téglás épület és hogy kis iskola volt, ez egy vendégház kis szálloda volt. Adott egy romantikát ez az egésznek, hogy a hallgatói, oktatói irodák zuhanyzóval felszerelt mindegyik, és sajátos volt az egész berendezése. A környezete ennek az épületnek egy nagyon érdekes történet, hogy itt a családi házas környezetben és a Dunaparton. Nagyon kényelmes terei voltak ennek az épületnek úgy belül, mint kívül, és ebbe nőttünk bele az elmúlt másfél évtizedben, és azt remélem, hogy ez az épített tér egy modernizációval, egy festék szaggal majd a következő tanévbe ad egy olyan lökést a közösségnek is, hogy jobb lesz ebben dolgozni, illetve a hallgatóknak is egy felemelő érzés lesz belépni egy ilyen épületbe, úgyhogy azt a minőséget, amit általában szoktunk hirdetni a képzéseink tartalmát tekintve, most már a külcsín is vissza tudja tükrözni. Az Apácai karnak és a Győri tankerületi központnak helyet biztosító Liszt Ferenc utca 17-es számú épület is fel van már állványozva, erre több mint 300 millió forintot költenek, míg a Bridge hallgatói és oktatói klub rendbetételére több mint 137 millió jut.